Sárközi István, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképzési központjának instruktora, Baranyában, Kozár Miselyben tartanak edzőképzést. Mennyire érdeklődnek a tanfolyamok iránt a fiatalok, a volt futballisták? Nagyon nagy az érdeklődés, el kell mondanom, országos szinten és természetesen megyei szinteken is. A mostani tanfolyamot is egy felvételi előzte meg. A felvételin több jelentkező hallgató jelölt volt. A központi felvételi rendszer alapján kiválasztásra kerültek azok a hallgatók, akik most bekerültek ebbe a tanfolyamba, és megpróbálhatják a tanfolyam elsajátítása után a gyakorlati és az elméleti vizsgát letenni. Ez egy alapfokú tanfolyam, kisgyerekekkel foglalkoznak itt a gyakorlati foglalkozás keretében, de magyarul ez az első lépcső, hogy edzővé válhasson az ember. Mik a következő lépcsők, mennyire lehet ezeket könnyen átugrani? El kell mondanom, hogy tulajdonképpen két bemenet van. Az egyik, amiről most beszélünk, a Grassroots C tanfolyam. Erre épül rá a UEFA B licenszes tanfolyam, arra az UEFA A licenszes tanfolyam, ami tulajdonképpen ugye a felnőtt futball már, arra a pro licenszes tanfolyam. A B licenszre még épül továbbá a kapus edző tanfolyam és a futball fitness, vagyis erőleti edző tanfolyam, illetve az A elvégzése után az elit A, ami az utánpótlás képzésben a szakmai igazgatói, szakmai vezetői szintekre predesztinálja a hallgatót. A B licenszes felvételi az a C licenszes felvételi alapján történik, és tulajdonképpen egy jó tanfolyam elvégzése után, szakmai munka, szakmai tapasztalat után lehet rá jelentkezni. Minden megyébe indul évente egy Grassroots C tanfolyam, ahogy így most indult szeptemberben Baranyában is. B-licenszes tanfolyam évente kettő indul, tehát elég nagy a verseny, és elég nagy a kiválasztás. De meg kell említenem azt is természetesen, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének 90/2015-ös határozat alapján egy új tanfolyam típus jelenik meg a következő év januárjától, ez pedig az Amatőr C, ami a megyei első osztály, másodosztály és az alacsonyabb osztályok felnőtt labdarúgásának edzési posztjának betöltésére jogosít, tehát a felnőtt és közvetlen a tartalék csapatra. Erre viszont nem épül rá semmi, ez csak az amatőr felnőtt labdarúgásról szól. Azt látjuk, hogy a hallgatók részéről elég nagy az érdeklődés Baranyában. Oktatók esetében van-e Baranyai? Nem, ez úgy van, ez a tanfolyam típus, hogy az országban három instruktor van. Pári Sándor kollégám, Kisbaranyi Sándor kollégám és jó magam. Tulajdonképpen területi elven föl van osztva az ország. 7 nyugat-magyarországi megyében tartom én az oktatásokat, képzéseket, vizsgáztatást, és tulajdonképpen megyénként egy tanfolyam van meghirdetve. Egyébként el tudom mondani, hogy ebből a 7 megyében most például Kaposváron nem indult, mert nem volt megfelelő létszámú hallgató.